Janes Romanes. Így van. Ez a szép kiejtés. Ez most kiejtés. Nem Janes, hanem Janes. Nem büntettem volna ki a gyerek! Mi a bőr van nála? Ki szólt meg nála? Ha nem én vagyok, itt én dolgozom! Nincsen hús az ételbe! Anyósom van, de örülök! A kis hős! Ettére legyen ennyi való! Nagyon nagy bazét csinálom! Egy, mit mondtál? Ott maradj! Meg se mozdulj! Mit történt? Mi van? Ne szólj bele, bazd meg! Mit csináltok? Nem látod, hogy a gyerekkel mi van? Ezért jöttem ide! Nem kell a balé, gyerekek! Nem kell a balé! Nem kell a balé! Nem! Meggyilkolta újszülött csecsemőjét egy nő, majd a babát egy festékes vödörbe tette és elrejtette egy szekrényben. A rendőrök itt találták meg, de akkor már nem élt az újszülött. Üdvözöllek, szia! Halló, szia! Na, figyelj ide! Megvan minden akkor? Megszerezted? Megvan minden. Tudod, miről beszéltünk? Persze. Nekem már mindegy. Mindent elveszítettem. Most lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez bármire is készített, de hidd el, én hajlandó vagyok mindent elkövetni most már, hogy véget vessek az életemnek, családomnak, véget vessek. Nincs értelme annak, hogy én itt élek. Úgyhogy légy szíves, mert nincs időm sem, sietnem kell. Akkor az üzletre visszatérve beszéljük már, akkor is. Hogy gondolod ezt? Mit gondolod? Jó? Rendben van. Megvan minden. Ismersz már. Hát, gyerekkorom óta ismerem atyám. Atyám. Megvan akkor minden. Megvan minden. Fiam. Úgy. Tudod jól, hogy most is számíthatsz. Nem érdekel, miért kell. Habár tudom, hogy miért kell.
Azt a vállalata van, atyám. Jó meggondoltad? Meg. Átgondoltam az egész életemet. Átgondoltam azt, hogy most ez mi van, hogy csináljam, mit csináljam. Nem jutottam tűrőre. El vagyok határolva. Elhatároztam magam, atyám. Véghez viszem a termet. Atyám, eldöntöttem. Véghez viszem. Magának annyi a dolga. Itt van már, hozta a dolgot. Ne törődjön semmivel. Az utolsó keletként kérem atyám, hogyha úgy van, úgy csülel. Imádkozom értem a Mennyországba. Oda jutok. Tiszteletbe tartom, fiam. Egy valamit kérdeznék, hogy hány temetésem lesz? Hát, gyerekek, hát személyre szóló lesz azt mondja, hogy egy. Így. Rendben van. És most nem is zavarnám, atyám, mennék a dolgomra. Atyám, olyat hozott, ami eltűr a kis táskám. Nem, úristen. Isten fizesse meg, atyám. Az én bűnömet úgyse fogja. Köszönöm, atyám, hogy segített még egyszer utoljára az életben. Sok segítséget kaptam öntől, azért van ezt így. Nem ismerem tőlem sem magamat, sem a körülöttem lévő embereket. Csak önt, atyám, és a szolgáltatásait. Köszönöm. Nincs mit. Mennék is, atyám, a dolgomra. Rendben van, viszlát. Fiam, egy valamire meg szeretnélek kérni. Igen, atya. Ne gondold meg magad. Faszomba vagy! Na, hallgottál! Nem kereste? Nem. Ugyan. Baj van. Na? Nagyon nagy baj van. Tudod, hogy hogy élünk? Mi lesz a helyzet? Egész életünkben semmire nem vittük. Nem. Még ő se segített. Mit évek le nyugatni? Hancozom! Én tudom. Na? Való, Adria, jobb lesz ez így. Jó. Figyelj ide. Egész életünkben csak loptunk. Igen. Nem csináltunk semmit. Még az Isten se tudott minket megfogni. Igen. Adria, szerettelek egész életemben, most is szeretlek, érted, Adria? El kell dönteni, hogy mi legyen. És bocsáss meg, hogy beleolvattalak ebbe, de muszáj így csinálnom. Istenben nem hiszek már. Hidd el, hogy amit kínálok én, az egy jobb hely. Jó. Ahol szabadok vagyunk. Igen, nem mondjanak senki sem, hogy mit csináljunk. Szabadok lehetünk, érted? Érted, öcsém? Sajnos feláldozhatóak vagyunk. Az Úr szemében is. Hibát követtem. De elmondtam ezt neked. Testvérem vagy. Érted? Próbálgattam mindent elkövetni. Na, haragudj!
Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living.